A Visegrádi Mátyás Király Művelődési Ház rendszeresnek, szokásosnak mondható könyvbemutatóit is hosszú szünetre ítélte a pandémia. A régóta várt újranyitás alkalmával Nádasdy Csontos Elek az Ördög keresztje című kötetét mutatták be az érdeklődőknek. A regény cselekménye 1849. júniusától október elejéig tart, és szorosan összefonódik nemzeti gyásznapunkkal október 6-ával. Főhőse visszahúzódó alak, keveset beszél, nem barátkozik. Brünn város alkalmazza, foglalkozását sokáig nem ismerjük meg, csak a regény vége felé. Az osztrák-orosz hadsereg nyomában halad, elvégzi parancsba kapott feladatait. Az Ördög keresztje című történelmi regény szerzőjével Gróf Péter régész főmuzeológus beszélgetett a közönség előtt. Én azt hiszem, hogy nagyon sokat foglalkozunk mi magyarok a történelmünkkel szerencsére, néha nem mindig szerencsésen, de erről a korszakról, 1849. június és októberek közötti időszakról, még ha foglalkozunk is, úgy, ahogy ez a könyv, nem foglalkoztunk és nem foglalkozunk. A szabadságharc, a forradalmi, a függetlenségi harc tetőfokáról indul a könyv, mert voltak éppen Buda elfoglalása után még egy hónapig azt mondhatjuk, hogy a magyar függetlenségi harc csúcspontján volt, és utána pedig, miután a cári túlerővel megerősített Habsburg seregek megindulnak, voltak éppen folyamatosan hát, a magyarok hátrálnak, és ugye a könyvnek a végpontja pedig az aradi szörnyű tragédia, az aradi Golgota, az aradi 13-a kivégzése. És ugyanakkor párhuzamosan egy igen sajátságos emberi sors, brünni állami hóhér, akinek nem esett szerűség az a dolga, hogy a Habsburgok megbízásából végig végezze a dolgát, vagy olakasszon. Az őrnagy egyetlen karmozdulatára kiállt a sorból, a rendtartás szerint kegyelmet kért az elítéltre. Az elutasítás után kétszer még megismételte. Utricka Pöltenberg báróhoz lépett, leoldott a kezéről, lábáról a vasakat. Míg a társaitól búcsúzott, a pribékek kísérték. Fellépett az alacsony zsámolyra. Néhány másodpercig lehajtott fejjel állt, aztán hirtelen megfordult. Arca komoly volt és szigorú. Félelem, bizonytalanság nem látszott rajta. Kezével intett a bajtársainak. Amikor a hóhér a nyakába tette a kötelet, elmosolyodott. Bot szorított a hurkon. Egyet pisszentett, az egyik segéd a csizmája orrával kilökte a darab fát az elítélt lába alul. Két pisszenésre a karjainál fogva hirtelen lerántották a tábornokot. Teljes erejükből húzták lefelé. A hóhér megvárta, amíg a test a kellő mértékben kifeszül, megnyúlik. A fejet jobb tenyerével a homloknál, másikkal az állánál fogta meg, majd jobb felé elrántotta. A báró ellenállt, meg sem érezte az erős mozdulatot. Lábaival nagyot rúgott előre, az oszlopnak támasztotta magát, mintha ellökni testét a gerendától, ettől az egész őrült színjátéktól. Bot hármat pisszentett, a pribékek belekapaszkodtak az elítéltbe, rángatták, húzták lefelé, a hóhér a fejet forgatta. Bot érezte, hogy nincs meg az elégséges nyújtás. Ez az erős test nem engedi magát megfeszíteni. Az Ördög keresztje című történelmi regény néhány részletét Kálaziné Ormos Ilona olvasta fel az író-olvasó találkozón. Franz Bott brünni hóhér október 6-án végez ki a 13 aradi vértanúk közül 9-et kötél által. Az utolsó órákban akarva vagy akaratlanul meg is kínozza őket. De a végzet őt sem kerüli el. Császári megbízói által megalázva, csak nem kifosztva hagyja el hóhéri tevékenysége utolsó helyszínét, Aradot. Hitét megtagadja, magyar gyűlölete a hosszas vívódás után az elfogadás, a közös sors felvállalása lesz.
A szerző Nádasdy Csontos Elek nem volt ismeretlen a visegrádi Mátyás király művelődési ház látogatói előtt. Az eredetileg üvegtervező iparművész, a Danubia televízió szerkesztőjeként a Dunakanyar kulturális életéről tudósított rendszeresen, ma a Visegrádi Múzeum közönségkapcsolati munkatársa, tárlatvezető, múzeumpedagógus. Mint művészt és múzeumi embert nem csak a történelem, nem csak a magyar történelem, hanem az egyes emberek történelme, a sorsok is izgatták. Ezért nem is volt számára kérdéses, hogy ez irányú érdeklődése egy könyvben, egy magyar történelmi regényben törjön utat magának. Egyszer csak fölbukkant ez a név, ez a Franz Bot név. És hihetetlenül kezdett érdekelni, nagyon kevés dolgot találtam róla. Hihetetlenül érdekelni kezdett, hogy miféle figura lehet ez, miféle személyiség, hogy néz ki akár, hogyan öltözik, arról volt némi kevés forrás, és hogy milyen alak lehet ez, aki képes arra, hogy egyrészt Brünn városhóhéra, és képes arra, hogy október 6-án hajnali 6 órától, nagyjából 1 óra alatt a 13 aradi vértanúból a 9 kötél általi halálra ítéltet fölakassza egymás után is szépen sorba. Miféle ember lehet ez? És például az is nagyon izgatott, hogy mi játszódik le a fejében. Ugye óriási vívódásai vannak, ezt is tudjuk róla, mert ő eddig bűnözőket, gyilkosokat, meg felségárulókat, meg erőszaktevőket, hasonlókat akasztott, de itt azért volt két gróf, egy báró, és ezek komoly katona emberek voltak, és óriási vívódása van előtte, hogy neki ezt végre kell hajtani. Iszonyú erős embernek kellett lennie. Ugye 9 embernek eltörni a nyakcsigulát, így egymás után szépen azért ahhoz kell fizikai erő is. Nem ez volt a cím, hanem végpont. Ugye a törvény végpontja a végrehajtás. Ugye van a bűncselekmény, ugye a nyomozati szakasz, ügyészi szakasz, vádemelés és bírósági szakasz is, utána pedig az ítélet és a végrehajtás. És ugye a hóhér az a végpontja a törvénynek. De a kiadó nem fogadta el, ugye most már olyan szabályok vannak, hogy valami hangzatosabb cím kell, ami jobban eladja. Ugye gondoljatok csak Péter Finek a kitöbött barbárára, az is egy rémesen rossz cím. A könyv nem, de a cím rémesen rossz, de hát ezzel jobban lehet kínálni. És aztán több variációt, ők nagyon szerették volna a sátán keresztjét, de azt túlságosan erőteljesnek gondoltam, hogy az ördög vigyel, meg így naponta használjuk, tehát az nem annyira vad, és hát az ördög keresztje címet így kapta. Egyébként a feleségem a borító tervezője, és még annyit, ha már, hogy miért kapta, és a kiadónak ebben benne van a keze, hogy iszonyú nagy szerencsém volt, mert ugye tudjátok, hogy megír valaki valamit, főleg egy ilyen névtelen kezdő, mint én, hogy hónap alatt megy a kiadókhoz, és általában úgy kirúgják, hogy a lába nem éri a földet. Nekem viszonylag egy szerencsém volt, már az első két kiadó, akinek elküldtem, elfogadta volna, de olyan gyalázatos, nem mondom a nevüket, taktikai okokból, de olyan gyalázatos szerződést küldtek, hogy azt mondtam, hogy az én könyvem inkább ne jelenjen meg. A következő kiadó, azt sem mondom el, azt tudomásra, mert elküldtem a kéziratot, és 90 napon belül ugye válasz, vagy nem volt válasz. A negyedik kiadó az kirúgott. Tehát annak mondta, hogy ez nem az ő profiljuk, azt is tudom, hogy miért, de ezt sem fogom elmondani. Ne. És az ötödik kiadó, a Kossuth Kiadó csoportnak a Norán, egy nagyon patinás kiadó, Norán Librónak a főszerkesztője, illetve a ügyvezető igazgatója is, aki a könyvemnek is a szerkesztője, a Körösi P. József nevű költőíró, azt mondta, hogy ezt ki kell adni. Nádasdy Csontos Elek az Ördög keresztje című kötetének bemutatóján sokan vettek részt a visegrádi Mátyás király művelődési házban is, és azóta sokan látták a Danubia televízió honlapján is. A könyv már kapható a könyvesboltokban.